Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Augusztus 20-a Tolna vármegyében kenyérszenteléssel és misével ünnepelték az államalapítást. Vízparton töltötték a nemzeti ünnepet, rengetegen látogattak ki a hétvégén a szexuális strandra. Városnapja Nagymányokon, 14 évvel ezelőtt szerezte meg a címet a település. Emléktáblát avattak Dombóváron, a kertváros alapításának 60. évfordulóját ünnepelték. Tolna vármegye szinte valamennyi településén megünnepelték vasárnap az államalapítás évfordulóját. Augusztus 20-án szent misével, kenyérszenteléssel, illetve volt, ahol arató felvonulással tisztelegtek Szent István király emléke előtt. Szekszárdon az új kenyér megszegésével, majd ünnepi misével vette kezdetét az augusztus 20-ai programsorozat. A szertartás után a résztvevők a Szent István térre vonultak, ahol Gyurkovics János alpolgármester mondott beszédet. Ő arról beszélt, Istvánt az emelte ki a kora uralkodói közül, hogy minden erejével az ország egységének megteremtéséért és a nemzettudat megerősítéséért dolgozott egész életében. Nem hatalmának megerősítéséhez, nem személyes meggazdagodásához, egyfajta kirakatként volt fontos számára a keresztény értékrend, hanem az ország stabilitásának és egységének megteremtése. A fiának, Imre hercegnek írt intelmei szívében lévő mérhetetlen szeretetről és hatalmával kapcsolatos alázatról tanúskodnak, így többek között a hit megőrzéséről, tiszteletről, az igazi ítélet és türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról. A beszédet követően a városi ünnepség koszorúzással zárult. Bonyhádon a kiemelkedő és eredményes oktatói, nevelői, vezetői és közösségi munkája elismeréseként Kosnás Árpád vehette át idén a Merész Konrád díjat az augusztus 20-ai ünnepségen. Szabó Tibor alpolgármester a rendezvényen úgy fogalmazott, hogy ma is úgy emlékezünk államalapító Szent István királyunkra, mint aki hatalmas és maradandó művet, értéket hagyott maga után, aki a kortársak, sőt az utódok szemében is jogosan és méltósággal viselhette a királyi címet. Nem véletlen, hogy ezen a napon államalapító Szent István király kitüntetett ünnepén új, friss és ropogós magyar kenyeret áldunk meg, szelünk fel, majd bőadakozással osztjuk meg az áldott étket honfitársainkkal, szimbolizálva ezzel a közös sorsunk megosztásának fontosságát is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves bonyhádiak! Ünnepelni csodálatos, mivel az ünnep az együttlétről, a közösségről, hitünkről, tiszteletünkről, örömünkről szól. Az ünnepi műsort követően Tamásiban a rendezvénytéren megtartott programon tömegek hallgatták a város vezetőjének beszédét, melyben az esemény jelentőségéről beszélt, Szent Istvánról, aki 1000 év után is példát tud mutatni a népnek. Ma is helytálló jelenbeli tulajdonságok. Türelem, erő, alázat, mértékletesség, szelídség, becsületesség, szeretet. Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta hazáját. Puritán jelleme megrendíthetetlen hite vezette munkájában, amely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt, és állhat előttünk most is. Tolnán hagyományos arató felvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az eseményt, ahol a kenyér megáldására is sor került. Ezt követően az ünneplők a Szent István szoborhoz vonultak, ahol Appelszofer Ágnes polgármester osztotta meg gondolatait. Fontos, hogy megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig volt történelmünk során. Legyen érvényes tudásunk a minket körülvevő világról,
legyen bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk azokhoz a tettekhez, amelyek mindenből következnek. Legyünk büszkék ezer éves örökségünkre, és járjunk emelt fővel a Szent Istváni úton. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásoként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot. Egy férfi holttestét ásták ki a földből a rendőrök Regőjben. Augusztus 18-án érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy egy helyi lakost már több mint egy hónapja nem láttak. A tamási rendőrök az eltűnt lakóhelyén gyanús körülményeket tapasztaltak, ezért az egyenruhások szemlét tartottak. A helyszínre igazságügyi orvos szakértő is érkezett. A holttest azonosítása folyamatban van. A nyomozók ellenőrizték az eltűnt lakos testvérét, aki elismerte, hogy korábban egy szóváltást követően bántalmazta bátyját, akit az udvarukban elásott. A szintén a házban élő 42 éves férfit előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán emberölés büntette gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A meggyanúsított férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére hétfő 14 órától csütörtök éjfélig az országos tiszti főorvos az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Mint írták, az elhúzódó hőség kiemelten veszélyes az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Azt kérték, senki ne hagyjon gyermeket sem házi állatot tűző napon álló gépjárműben, mivel az akár pár perc alatt is 50-60 Celsius fokra is felmelegedhet. Továbbá a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakjanak tüzet, és csak akkor, ha nincs az adott vármegyében tűzgyújtási tilalom. A strandolóknak azt ajánlották, árnyékban tartózkodjanak és magas faktorszámú napvédőkrémet használjanak. Sokan töltötték pihenéssel az augusztus 20-ai hétvégét, az időjárás kedvezett is nekik. Tolna vármegye nagy részén kifejezetten kellemes nyári meleg volt. Szekszárdon a helyi strandon egész nap programokkal és éjszakában nyúló bulival várták a szervezők a vendégeket. A vízparton zenészek, a medencékben pedig az előadásaikat élvező fürdő vendégek voltak vasárnap a szekszárdi strandon. Rengetegen pihentek itt augusztus 20-án. Jó idő van, jó fiatalok zenéltek. A strand kifejezetten népszerű a régióban élők körében. Sokan a szomszédos vármegyékből érkeznek ide hétről hétre. 3-kor jöttünk csak Dunaszektőről, és az anyukám van itt, én meg 4 kicsi gyerek. A szervezők hosszított éjszakában nyúló nyitvatartással várták a vendégeket, sokan emiatt érkeztek a szekszárdi fürdőbe. Mire számítunk ma? Hát arra, hogy hideg lesz a víz, meg a sörök is hidegek lesznek, aztán ilyennyi, amúgy augusztus 20-a van. A fellépő csoportok egész nap egymást váltották a parton, este pedig az idén 8 éve a városból elindult Vibe csapata tartott medencés bulit. Ők néhány hete a fürdők éjszakáján egyszer már megtöltötték a strandot. Itt ilyen mainstream-ebb zenékkel, dallamosabb, vokálosabb, fülbe mászabb dallamokkal próbálkozunk, ami úgy minden ember úgy befogad. A szekszárdi strandon az ünnepi hétvégén több ezren váltottak belépőt. Az áradások után a héten 8 vármegye 235 településen gyérítik a szúnyogokat, közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A gyérítéshez használt járművekkel a Duna teljes magyarországi szakaszán találkozni lehet majd. Többek között a Dunakanyar településein, a fővárosban, Szekszárd, Baja és Mohács térségében. Az elmúlt hét meleg időjárása kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni, ismertette az UKF. A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyésző helyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élő lényre ártalmatlan. Augusztus 20-a Nagymányokon egyben a városnapja is, 14 évvel ezelőtt ugyanis Szili Katalin miniszterelnöki megbízott jelentette be a cím megszerzését a településen.
Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki úgy fogalmazott, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd. A hétvégén az államalapítás mellett a városnapját is ünnepelték Nagymányokon, immáron 14. alkalommal. Bartucz Máté polgármester elmondta, hogy a szervezőkkel közösen igyekeztek minél színesebb programokkal készülni a rendezvényre. Emellett a környező községekből és a hagyományokhoz híven testvértelepülésekről is érkeztek vendégek. 4 testvértelepülésünk van, 3 testvértelepülésről tudtak elérkezni, sajnos 4. nem, mert egyéb programjuk volt. Értekeztek Zetelakáról, Erdélyből, illetve 2 német testvértelepülésről. Településünk Reichelsheim és Tainzból is meglátogattak minket, aminek nagyon örvendek. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd a városban. Egy héttel korábban 6 több évvel ezelőtt elindított projektet tudtunk lezárni, közel 1 milliárd forint összértékű beruházásokat jelentenek, ezek is adhattunk át közösen. Ezek között szerepelt az óvoda bölcsödei része való bővítése, egy új városi konyhának a kialakítása. A Magyar Falu program keretében utak és járdák újulhattak meg. A rendezvény folytatásaként kulturális és szórakoztató programok követték egymást a színpadon. Péntektől vasárnapig 1595 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 434, szombaton 490, vasárnap 649 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron az egyenruhások. Az ország belsejében 22 illegális bevándorlót is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 3678 hatásértőt tartóztattak föl. Embercsempészés miatt 39 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítőből. Hatvan éve alapították a dombóvári kertvárost, a kerekévforduló alkalmából pedig emléktáblát avattak a településrész Tulipán és Szegfű utca találkozásánál lévő játszótéren. Az ünnepségen a 6 évtizeddel ezelőtt ide költözött lakosok is szép számban megjelentek. Augusztus 20-án délelőtt ünnepelték Dombóvár kertváros alapításának 60. évfordulóját. Nincs akkora hangsúlya augusztus 20-ának szempontjából ennek a kis avatásnak, de mégiscsak úgy éreztük, hogy a kenyérna ünnepe, a betakarítás öröme, az itteni kis gazdaságok, parasztgazdaságok és az én emlékeim azok úgy együtt úgy szolgáltatták azt, hogy alkalmas időpont, igen, a kenyér ünnepe arra, hogy itt most emlékezzünk arról, hogy 60 évvel ezelőtt született ez a kis városrész. Ez alkalomból a helyi kertvárosi központi utcák, a Tulipán és a Szegfű találkozásánál lévő játszótéren emléktáblát avattak a jubileumi évre emlékezve. 1945, a II. Világháború befejezése után Dombóvár lakosságát megtizedelte a háború. Ennek ellenére a következő években lakásínség jelentkezik. És valami olyan, mint a falura jellemző közösség alakult ki itt ebben a városrészben. Tehát ez az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy a szomszéd háza is mi hamarabb tetőt kapjon. Hogy legyen járdánk, hogy mit elkövettünk annak érdekében, hogy legyen utunk, hogy legyen telefon is. Tehát egy csodálatos kollektív alkotás valamilyen módon, mert a házakat mi építettük a két kezünk, meg a járda is úgy épült, meg az árok is a kezünk által épült. Tehát, és ez a gyönyörű, hogy ezt mindenki mondhatja, hogy ezt mi építettük, ezt a kertvárost. A kertvárosi lakók nagyon összetartó közösség. Az emléktábla avatására is közösen szép számban érkeztek. Regionális híreink következnek. Új kadét programot indítanak szeptembertől, a kormány célja a fiatalok megszólítása.
gyűjtést tart a Magyar Vörös Kereszt, tanszerekkel lehet támogatni a rászoruló gyerekeket. Tábor Kökényben horvát nyelvi és tánc programot szerveztek. Magasabb ösztöndíjat és ingyenes étkezést biztosít a kormány a honvédelmi iskolákban. A kormány célja, hogy minél több helyes, erkölcsi alapállású és hazafias szemléletű fiatal legyen, és lépjen be a későbbiekben is ezen intézményekbe. A honvédelmi tárca irányítása alá tartozó köznevelési és szakképző intézményekben tanulóknak ingyen étkezést és magasabb ösztöndíjat biztosítanak. Az erről szóló kormányrendelet a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg. Erről kérdeztük a Honvédelmi Sportszövetség elnökét, dr. Simicskó Istvánt Gödrém. A kadétprogram sikertörténet, azt kell, hogy mondjam, 2017-ben, amikor elindult a program, 3 középiskola jelentkezett és kötött szerződést a Magyar Honvédséggel. Mára ott tartunk, hogy 135 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel. Egy-egy osztály, egy-egy évfolyamban kap egy-egy katonai mentort, akik egyfajta katonai előképzésben részesítik a fiatalokat. Jelen pillanatban több mint 7200 kadétunk van, tehát a 14 és 18 éves korosztályban. Ez szerintem egy elég komoly teljesítmény, örülök annak, hogy folyik tovább a haderőfejlesztési program, és szerintem jó ütemben halad előre. A közlemény szerint a kadétok a 9. évfolyam második felétől tanulmányi átlaguktól függően havi 16 és 67 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek majd. Az ösztöndíjak február 1-ig visszamenőlegesen módosulnak, a különbözetet egy összegben a módosítást kihirdetését követő 60. napig térítik meg a tanulóknak. Továbbá a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési és szakképző intézmény tanulói szeptember 1-től ingyenes étkeztetést is kapnak. Szerintem fontos, hogy adjunk nekik programokat, legyenek honvédelmi táborok, legyen lövészverseny, ejtőernyős tábor, búvártábor, repülős tábor, ilyeneket szervez a Honvédelmi Sportszövetség, és kadétképzés is. És azt látom, hogy szívesen és örömmel jelentkeznek a fiataljaink, adunk nekik lehetőséget erre. És ezen keresztül a Magyar Honvédség munkáját is segítjük, hiszen nagyon sokan közülük, a kadétoknak mintegy 60-70%-a, eddig legalábbis azt látjuk, a katonai pályát, a katonai hivatás választja. A fiatalok egyre nagyobb számban mondanak igent a haza szolgálatára, és mi ezt az elkötelezettséget támogatni akarjuk, hangoztatta Szalaj Bobrovinszky Kristóf, honvédelmi miniszter. Augusztus 18-án és 19-én több településen is gyűjtést tartotta a Magyar Vörös Kereszt. A tanév kezdetével 6 hipermarketben lehet füzetekkel, ceruzákkal és egyéb iskola kezdéshez szükséges tanszerekkel támogatni a jótékony célt. Idén 6 hipermarketben tudnak segíteni a Vörös Keresztnek a rászoruló gyerekek iskola kezdésében. A szervezet kihelyezett standjánál lehet leadni a különböző tanszereket, mint például füzeteket, tollakat, ceruzákat, vagy esetleg iskolatáskákat, tornazsákokat. A mai és a holnapi napon adománygyűjtést szerveztünk. A rászoruló gyerekeknek gyűjtünk tanszereket, különböző tanszereket, ami az iskola kezdéshez kell. Ez egy ilyen kiegészítő kis adomány lenne a gyerekeknek, és ezeket a tanszereket fogjuk átadni a különböző szociális irodák segítségével. Az adakozók többsége a családok, idősek és fiatal édesanyák, de ha valaki máskor szeretne segíteni, a Vörös Kereszt központjában is szívesen várják az adományokat. A mai és a holnapi napon itt ugye a hipermarketekben, ugye ez 6 településen megy, Pécsen 3 hipermarketben, Siklóson, Komlón és Szigetváron, ott tudnak 10-től 16 óráig, illetve a Pécsi Vörös Kereszt irodában, hogyha valaki szeretne behozni oda, ott is szívesen fogadjuk, ez ugye a Dobó István utca 89-ben. Múlt évben a Magyar Vörös Kereszt helyi gyűjtése 200 gyermeknek tudta megkönnyíteni az iskola kezdést. A Tanak táncegyüttes az előző évekhez hasonlóan az idei évben is megtartotta a hagyományos horvát néptánc táborát a gyerekeknek. Így tette a NASZ jezik szerveződés is, akik szintén megtartották horvát nyelvi táborukat. Az idei év különlegessége, hogy a két tábor együtt közös szervezésben valósult meg Kökényben augusztus közepén. A Kökényi NASZ jezik szerveződés és a tanásztánc együttes az idei évben közösen szervezte meg a horvát nyelvi és néptánc táborát. A táborban a gyerekek megismerkedhettek a magyarországi horvátok kulturális értékeivel, különösen folklor hagyományaival, népdalaival, a horvát dallamokkal, népzenéjével és a horvát nyelvvel.
A gyerekek szívesen jelentkeztek a táborba, idén összesen 49 gyerek vett részt a táborban. Hát azért jelentkeztem először is, mert nagyon szeretem a horvát nyelvet, és táncolok a Kuttanac együttesében is, és amikor meghallottam, hogy együtt lesz ez a két tábor, akkor nagyon örültem neki, mert hogy ez a két dolog, amit nagyon szeretek, az így egybe lesz. És hát akkor ugye a barátnőim is mondták, akik kökényiek, hogy jöjjek velük, mert biztos nagyon jó buli lesz. És hát a kis húgom is jött velem, és ez is jó volt, hogy azért vele lehettem. És igazából tényleg örülök, hogy gyakoroltam ezt a nyelvet így a nyáron is. A nyelvi tábor szervezője egy civil szerveződés, a Náscsézik, melyet diplomás horvát nyelv és irodalom szakos tanárok vezetnek, Bozsánovics Renáta és Klájics Rita. Ez az idei évben egy közös szervezés, eddig a faluban a Náscsézik tábor került megrendezésre 5 éven keresztül. Az idei évben az anyagi helyzetre való tekintettel közös tábort szerveztünk. Itt a Tanács Kulturális Egyesület, illetve a Náscsézik, ez egy privát szerveződés szervezte együtt a tábort. Egy nyelvi, illetve egy horvát hagyományokat ápoló tánctábor került megrendezésre a faluban. A tábor néptánccal és népdalokkal foglalkozó részét a Tanásztánc együttes szervezi, akik a gyerekeknek szóló táborukat már közel 10 éve rendszeresen megrendezik. Tehát ez a tábor egy egyesített tábor most, mert korábban volt itt Kökényben egy nyelvi tábor, horvát nyelvi tábor, és kint Orfűn szokott lenni nekünk ilyen, mármint a Tanácsnak, Pácsitjének, a gyerekcsoportnak tánctábor, tehát gyerektánctábor. Idén úgy döntöttünk, hogy együtt fogjuk itt Kökényben megtartani ezt a két tábort, úgy, hogy a gyerekek egyszerre kapnak, dupla élményt kapnak, mert a tánc, a zene, a daltanulás mellett a horvát nyelvi készségeket is tudják fejleszteni. A gyerekeknek ez egy remek lehetőség volt arra, hogy egész képet kaphassanak a horvát nyelvről, kultúráról, hagyományokról és a néptáncról. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Augusztus 20-a Tolna vármegyében kenyérszenteléssel és misével ünnepelték az államalapítást. Vízparton töltötték a nemzeti ünnepet, rengetegen látogattak ki a hétvégén a szexuális strandra. Városnapja Nagymányokon, 14 évvel ezelőtt szerezte meg a címet a település. Emléktáblát avattak Dombóváron, a kertváros alapításának 60. évfordulóját ünnepelték. Kedden napközben hasonlóan zavartalan napsütés és nagyon meleg idő várható. Gyenge változó irányú lesz a légmozgás. Az éjszaka az ország nagyobb részén csillagfényes, eseménytelen időjárás várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!